Nagyon fantasztikus rendezvénye volt. Olyan hülyeséget beszélsz, annyi ilyen van. Ha, nézd meg. És akkor, amikor neked van ilyen, vetted, akkor mondtad az üzlettársadnak is, hogy te is vegyél. Mert ha fordítva csinálod, figyelj, voltunk egy nagyon jó rendezvényen, föl van véve, nem veszed meg a DVD-t? Miért neked megvan? Nincs. Hát akkor miért vegyem meg? Jó, tehát ez lesz a sorrend. Ők felvették, megvágják, DX-en kiadja, te megveszed, és akkor egy csomó ember el fogja neked hinni, mert meg tudod mutatni, hogy ez jó dolog, és akkor egyre többen fognak jönni. Jó az, hogyha itt vannak az üzlettársaid? Ugye, hogy jó? És azt akarom itt végén, mert mindent nem tudok elmondani, megmutatni neked, hogy mi a különleges ebbe az egészbe. Ehhez megnézzünk egy videót gyorsan. Nagyon gyorsan. Vagy kérek még 5 percet. Ezt a Nagy Gábor hívta rá a figyelmet erre a videóra, de csak egy részét vágtam ki. Köszönöm, Gábor, nagyon. Figyelj csak. Lámpa, lámpa. What the hell's going on? You've been through it. You know. You've had so much life experience that other people don't appreciate, but you know. Bless you, dear. They're not patronizing the shops. They're just coming to see him. Oh, sir. You're in great shape. You work out? Not for long. I do, actually. A bit. Yeah. Thanks. Young man. We are running a business here, not a social club. That is a fantastic suit. It really flatters you. You think so? You guys work so hard. You are the backbone that keeps this place running. It always felt like no one really appreciated us. Yeah, I mean, our jobs are so stressful, and it seems like most of the times people just don't see it. No, what you do is so important. You know, I bet the boss would love to meet you. You are great. Whoa! You provide hundreds of jobs, sustaining hundreds of families. That's huge. That's so good to hear. Most times I feel like people don't recognize that. I'm just the big bad man on the hill. Not at all. You give. Six months old. What the hell's going on? Az utcán, a buszon, a villamoson, a munkahelyeden, a szomszédok nem azt mondják neked, mint amit ez a fiatalember mondott azoknak az embereknek. Nézd majd meg az egészet. Na jó, de itt, ezen a helyen ezt mondják neked, hogy te egy fantasztikus ember vagy. Tudod miért? Mert törekszel valamire. Azért, mert hajlandó vagy olyan dolgokat megtenni, amit az emberek nem hajlandók megtenni. Azért, mert azt tudod tenni, mint a sas, hogy önmagadat felépíted ezeken a helyeken. És itt, ezen a helyen, ezeken a rendezvényeken a szponzorod, az előadók, a technikus gárda, a hölgyek kint az előtérbe, a kiszolgálásukkal, a kedvességükkel mind-mind azt szolgálják, hogy te tudjad és érezed, hogy egy nagyszerű ember vagy. És ilyen nagyszerű emberek azok, akik ezt a világot előrefelé viszik. Van összesen 1 percem. Én azt terveztem, hogy sok embernek el fogom mondani egyenként, hogy nagyszerű, de kettőnek mindenképpen el kell. Annak a 2 embernek, akik azt a limós partit megszervezték nekem. Ha ők nem lennének, akkor én most nem beszélhetnék itt. Nagyon nagyszerű és kiváló emberek vagytok, és akik mellette ülnek a másik város. Úgy szintén, mert hiszen ha ők nincsenek, akkor megint csak nem vagyunk itt. Miattuk vagyunk itt. Őket tapsoljátok meg.